Gyere, cipus, gyere. Tehát lehet látni, hogy még ennivaló se kell. Ugyan keresi az ember az ennivalót, de ide jön. Nagyon bízunk benne, hogy miután kifejlődik, ez a viselkedése megszűnik, és szabadon lehet engedni. Néha előfordul, hogy az állat automatikusan átfordul az emberhez. Ő is sajnos egész picinek került be. Ugye a fülesbaglyokról, amit tudni kellene, hogy ők fészekhagyó madarak. Na most ezek a madarak 14-16 napos korukban kilövik a fészket, szanaszerte széjjel másznak, és ilyen hangon nyivákolnak, ugyanis ezzel tartják a kapcsolatot a szülőmadarakkal. Na most az emberek arra járva, parkok, temetők, elhagyott bokros telkeknél, meghallják ezt a hangot, és ugye megkeresik, hogy mi ez, és megmentik a madarakat. Ugyanis gondolják, hogy elveszett az állat, azért sír, összeszedik őket, elhozzák jobb esetben ide a kórházba, vagy beviszik állatkertbe, és ugye a szülők ilyenkor ott hagyják a területet, hiszen a fiókáik elvesztek, de ez a hang, amit most hallunk a madártól, ez azt jelzi az a szülőállatnak, hogy hol található a fiókája, és mennyire éhes. Tehát sokszor fölöslegesen mentjük meg az állatot, hiszen nem volt elveszve. Fölnevelni nem művészet, csak utána be kell tanítanunk ugyanúgy a madarat, meg kell győződnünk, hogy biztonságosan zsákmányol-e. Ugye a repülés az adott, hiszen azt látjuk, hogy repülnek. Ha zsákmányol, megvédi a zsákmányát a többiektől, a fölösleget eldugja, ha megszorul a táplálékkal és megkeresi, akkor szabadon engedhető. Tehát ő egyébként egy nagyon aranyos kisbag.